Mit, miért és persze, hogyan, amit csinálsz, miért pont olyan, hogyha menő, hogyha tuti, megkuksiznám, gyere muti. Olyan nagy szerencsénk van, hogy Andris hozott nekünk testületileg a zenekarnak szarvasgombákat. Nagyon szépen köszönjük, és ez így kell tárolni, hogy belerakja az ember egy ilyen útyutyúba, papírba, és rajta van a föld, mint megtudtuk Andristól. Ugye én nem vagyok szarvasgomba szakértő. Miért kell a földet rajta hagyni? A frissességét annál tovább megőrzi. Tehát elkészítés előtt érdemes tisztára. Hú, milyen illat van, itt érzem. Hiszen ez egy nagyon friss szarvasgomba. Igen, aztán igen. Na most én hoztam magammal egy nem használt fogkefét, és ezzel a fogkefével szépen lepucoljuk le, dörzsöljük róla a földet. Ez milyen szarvasgomba? Azt tudod mondani egyébként, ez melyik fajta? Természetesen, ez az isztriai szarvasgomba. Ez ki közelről, nézzétek meg. Latin neve tuber magnatum. Ez a szarvasgombák közül az egyik legmagasabb kulináris értékkel rendelkező szarvasgomba. Ennél talán egy izgalmasabb van, csak a francia szarvasgomba fajta, és utána következik ez az isztriai. Aha, akkor ez Magyarországon találtátok? Magyarországon is terem, a déli megyékben található. Ez Baranyából származik. Akkor mossuk meg. Na kérem szépen, tehát megvannak a gombák, így néznek ki pucolt állapotban, és kicsit meg is szárott. Itt pedig ugye kell vásárolni hozzá olajat, hiszen olajba fogjuk bérakni. Ez is olívaolaj, ne tévesszen meg senkit az öt pottonyos asztal. Félrecímkézték. Igen, félrecímkézték, úgyhogy így néz ki. Egyébként pedig az olajat, azt én az igazi oliva nevezetű boltban vásároltam, ezúttal is reklámot csinálok nekik. Pomázom. Igen, az igazi oliva bolt, Bori és Gusti. Olcsóban kaptad meg legalább? Nem kaptam meg olcsóban. Viszont drágában. Viszont nagyon. Elmondom nektek, hogy az úgy történt, hogy én szeretek járni egy helyre, ugye búvárkodni, és szemben azon a szigeten körbe... Most mondom, és akkor körbe mentünk a gyönyörű oliva kertbe, megnézni az olivafákat, és képzeljétek el, hogy ott kerestünk egy több ezer éves olivafát, abban a kertben, Horvátországban, és egyszer csak odalépett hozzánk a kis családomhoz a másik család, bemutatkoztak, hogy ő a Gusti, ő a Bori, ők a gyerekek, és hogy ők, nekik olivaboltjuk van, és értenek hozzá, és megmutatják no, a dolgokat. Akkor... Na, csapjunk bele, ez... Vagy kivágom, semmi gond. Jó, semmi. Köszi, cuki vagy. Amit vettem a boltban, az a lényeg, hogy ez egy nagyon jó minőségű olívaolaj, és ezek közül is olyan, amik nem olyan intenzív az íze. Tehát miért fontos, lágyabb, hogy ne legyen intenzív az íze? Hát azért, mert ugye azt szeretnénk, hogy a szarvasgomba domináljon, aha, és innentől kezd akkor érdekes lenni, igen, praktikus lenni. Most amikor kinyit az ember egy ilyen olívaolajos cuccot, akkor egy ilyennel találja magát szemben. Úgyhogy itt az előbb elkezdtünk vele operálni, lekaptuk róla ezt a húgyutyút, meg ezt a műanyagot is lekaptuk róla az életünk és a vérünk árán, és így megkapjuk ennek a lehetőség, hogy ide be tudjuk rakni a szarvasgombát, amit lereszelünk. Miért fontos, hogy üvegben legyen az olívaolaj? Andris. Hát azért fontos, mert hogyha műanyag flakonban tartjuk, akkor értelemszerűen egy idő után fönnáll annak a veszélye, hogy a műanyag íze is belekerül valahogyan. Meg hát jobban is mutat az üveg. És az üvegnek jobb íze van. Az üvegnek sokkal jobb íze van, ezt mindenki. Na, lássuk, mi történik. Na most itt vannak ugye a szarvasgombák, egyszerűen simán lereszeljük. Na most gramja 300 ezer forint, töcsém. Nem, 800 ezer forint és 1 millió forint között van kilója. Elnézést kérek mindenkitől. És mi történik, ha van benne kukac? Já, jött egy kukac! Kopasz! Ráadásul kopasz! Semmi gond nincs, a kukac is ezt a gombát ette, következésképpen a kukacnak is szarvas gomba íze van, és egy kis plusz fehérje. Úgyhogy ne féljetek tőle. Nem méreg a féreg. Így nézzetek ide, milyen gyönyörűen ledarálom itt ezt a húgyutyút.
Egyébként ennyi szarvasgombából, ami itt van, mi úgy gondoljuk, hogy hát ezt a nem tudom én, kétszer fél liter oliva olajat, ezt meg tudjuk rendesen ízesíteni. Hát szerintem nagyon is. Sőt, nagyon, mert hogy a szarvasgombából igazából borzasztó kevés elég. Ezért csinálunk mi belőle sokat. Rettened, nézzétek ezt a pazarlást. Nézzétek. Hát fi, akkor nem csak ebbe a két üvegbe, de akár ebbe a három üvegbe is rakhatunk. Hát akár lehet. Sőt, még ez van. Is olívaolaj. Hú, de ez az illat, gyerekek. De nagyon durva, tehát ezt most így nem adja vissza nyilván. És milyen gyorsan lereszel. Igen, ez egy professzionális reszelő. Igazából a lábsar kettő. Ez igazából bőrkeményedés. Akkor azért van ilyen érdekes illata. Érdekes az illata. De érdekes az illata. Na, és akkor most kéne egy olyan fel. Egyfolytában vágni fogok, úgy. Ja, okay. Na, és akkor dobigáljuk bele. Na, várjatok, de viszont akkor most azt kéne csinálni, hogy tényleg erről is le kéne applikálni. És akkor hogy? Csak így? Igen, kézzel. Hát, kézzel. Most már másfajta lehet. Na jó, akkor most ide leülök. Várjál. Leszeltük a gombákat, két nagy. Csodálatos pakkot készítettem, ugyanakkor mind a kettő, vagy kisebb, vagy nagyobb, vagy még kisebb, vagy még nagyobb, vagy egyforma. Vagy egyforma, vagy majdnem egyforma. Szóval, de ez gramra mérik, és most semmi más dolgunk nincs, mint ebbe a két közel fél literes, vagy pont fél literes oliva. Kicsit sokkal nagyobb. Szépen beleöntjük, belerakjuk, belepaszírozzuk ezt a csodálatosan felreszelt szarvasgombát, ami hát külön egy olyan fontos folyamat, amelyhez nem ajánlok remegő kezeket, egyrészt, másrészt nem ajánlok, nem tudom, mit nem ajánlok hozzá. Szóval így bele kell rakni. Akkor nem érdemes metrón készíteni. Nem, metrón nem érdemes csinálni, és akkor így. Hullámvasúton sem. És akkor sem, amikor földrengés van. És akkor sem. Meg kell várni mindenképpen a földrengés. Földrengés végét meg kell várni. Bele kell, majd szépen még ezeket így berehalmozzuk. És akkor tulajdonképpen szépen, intenzíven, amikor benne van a szarvasgomba, akkor ez leülepszik az aljára, ugye Andris? Igen, szépen. És akkor, igen, és mennyi idő után, az aromák körülbelül mennyi idő után? Megfelelő idő után. Megfelelő idő után az olívaolaj átveszi ezt a csodálatos szarvasgomba aromát és illatot, és onnantól kezdve bármihez lehet használni, amihez szarvasgomba ízt. Andris, mondasz egy-két példát? Például pirítósra lehet csepegtetni ezt a fajta olajat, vagy salátára lehet locsolni. Ki mire vágyik? Akár egy tésztaétel. Vagy tésztaétel, nagyon finom, igen. Érdemes még a sajtot reszelni egy tésztára, és akkor úgy szarvasgomba. Parmezán, de abból nem túl sokat, mert az is egy intenzív ízű portéka, úgyhogy... Fő tésztára reszelünk egy kis parmezán, megbocsoljuk. Vagy szarvasgomba, vagy parmezán, jó? Hajrá, szarvasgomba! Na, hát akkor ezt is megtudtuk, hogy készül. Igen, köszönjük szépen. Visszazárjuk, és akkor kicsit beledőzünk. Köszönjük szépen. Sziasztok! Sziasztok! Érdekes szarvasok!